A házi orvosoktól is lehet kérni az Omikron variáns elleni oltást. Ismét díszbe öltözött a Mindenki karácsonyfája az Újváros téren. Lucanapi hagyományok a rendhagyó irodalom órán. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! A helyi házi orvosoknál is elérhető az Omikron elleni új típusú Pfizer vakcina. Időről időre megjelennek a koronavírushoz kapcsolódó újabb variánsok, amelyeket hullámokban érzékelhetünk. Az Újváros téri körzetben legutóbb 12-en vették fel ezt a fajta ismétlő oltást. A beadatáshoz előjegyzés szükséges. A COVID elleni oltáshoz kapcsolódó dokumentumot töltik az újvárostéri rendelőbe érkezők a váróban. A nyilatkozat elengedhetetlen feltétele annak, hogy megkaphassa ismétlő oltását az, aki ezt szeretné. A kórházi oltópontok után már a házi orvosoknál is elérhető az új típusú vakcina. Az első alkalomra 12-en jelentkeztek be a doktornőhöz. Én már a harmadik oltáson is túl vagyok. Mivel allergiás, asztmás beteg vagyok, magas vérnyomás, szívritmus zavaros, tehát többfajta betegségem van, és betöltöttem a 72-t, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy emlékeztetőül a negyedik oltást felvegyem. A koronavírus még mindig jelen van környezetünkben. Azért, hogy minél hatékonyabb legyen a védekezés az újabb törzsek és mutációk ellen, kifejlesztettek egy újabb típusú oltóanyagot, az Omikron elleni Pfizer vakcinát. Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami a magas átoltottságnak is köszönhető. A legfrissebb adatok szerint 6.421.000 a beoltott, 5.193 az új fertőzött, múlt héten pedig 43 beteg hunyt el. Az ehhez kapcsolódó aktuális információkat bárki elérheti a koronavírus.gov.hu weboldalon. Megyénkben már egy ideje elérhető ez a típusú oltás, a házi orvosok azonban még csak most tudták elkezdeni ennek beadását, hiszen bonyolult folyamat biztosítani az oltóanyag eljutását minden rendelőbe. Jelenleg a megyei kórházban tárolják hosszabb távon, ott van lehetőség, ezek speciális tárolást igényelnek, ezek az oltóanyagok, és a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat a kormányhivatalok népegészségügyi osztályának a koordinálásával és a házi orvosok együttműködésével van arra lehetőség, hogy eljusson a házi orvosi rendelőbe, és lakóhelyükhöz közelebb is fel tudják venni az oltást azok, akik nehezebben mozognak, vagy jobban ragaszkodnak a megszokott orvosukhoz. Fontos információ, hogy a vakcinának ismétlő szerepe van, tehát legalább egy oltási sor szükséges ahhoz, hogy valaki megkaphassa. Ez azt jelenti, hogy egy Janssen, vagy két Pfizer, két Astra, két Sinopharm, illetve két Sputnik oltással már rendelkeznie kell az illetőnek, valamint legalább fél évnek el kell telnie az előző beavatkozástól. Az ampulla 6 adagos, így egyszerre legalább ugyanennyi egészséges páciens kaphatja meg. Ezért előjegyzéssel lehet hozzájutni, így érdemes először érdeklődni telefonon vagy e-mailben házi orvosunknál és feliratkozni az oltásra. Autóval elsodort egy gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy 40 éves ózdi férfi. Így tehát segítségnyújtás elmulasztása büntet megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást az ózdi rendőrkapitányság. A gyanúsított a Bojki főúton közlekedett délután 5 óra után, amikor az egyik zebrán figyelmetlensége miatt fellökött egy szabályosan áthaladó gyalogost. A férfi nem állt meg, nem hagyta hátra adatait, csak elhajtott a helyszínről. A rendőrök gyors adatgyűjtésének köszönhetően 2 napon belül azonosították, majd gyanúsítottként kihallgatták a tettest. Április 30-áig meghosszabbították az élelmiszer árstoppot. 2021 őszén átmeneti árstoppot vezetett be egyes alapvető termékekre Magyarország kormánya. Ezek listáját idén novemberben kibővítették. Kedden késő este ennek hatályát meghosszabbították, amelyet az Agrárminisztérium közlönyében is nyilvánosságra hozott. Ezt a döntését az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli intézkedések következtében kialakult szankciós inflációval indokolják. Így tehát a tojást és az étkezési burgonyát továbbra is 2022. szeptember 30-ai áron
míg a kristálycukrot, a BL55-ös besorolású búzafinomlisztet, a házi sertészcombot, a finomított napraforgó étolajat a csirke mellett, a farhátat, a szárnyvéget és a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tehéntejet a 2021. október 15-i áron vásárolhatjuk meg egészen április végéig. Ismét díszbe öltözött a Mindenki karácsonyfája az Újváros téren. A hagyományokhoz híven a köszöntők mellett most is az óvodások és iskolások műsora tette meghitté a várakozás perceit. Forró tea, sütemény és a karácsony egyik kedvenc édessége, a szaloncukor várta a kilátogatókat. Fehér tájba burkolózott az Újváros tér, ahol az előző évekhez hasonlóan idén is feldíszítették a gyerekek a Mindenki karácsonyfáját. A hó sokak kedvét feldobta, a fiatalok örömmel szaladgáltak és játszottak a téren. Minden generáció örömmel kilátogatott, egy pohár forró tea mellett beszélgettek a gyerekek műsorára várva. A Bajoki város részén már 20. alkalommal tartottak közös karácsonyi ünnepséget. Elsőként Háltovics Miklósné mondott köszöntőt, majd Farkas Péter Barnabás, a terület képviselője is megosztotta gondolatait az ünneplőkkel. Nehéz időket élünk. Egy nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és csak bízni tudunk abban, hogy az elkövetkezendőkben nem kicsit, hanem sokkal jobb lesz. És ehhez nagyon fontos a kitartás, a hit önmagunkban, a hit embertársainkban, a hit a közösség erejében. Hiszen enélkül mindannyian csak a hideget érezzük, csak a sötétet látjuk, és egyre távolabbra kerül a remény. Hozzátette, hogy immár jó ezred éve karácsonykor a hit, a remény és a szeretet gondolatát ismételjük el. Kiemelte, hogy ez azért fontos, mert ebbe tényleg lehet kapaszkodni, hiszen így együtt vagyunk egy erős, jövőbe tekintő közösség. Ezt követően az Újváros téri óvoda apróságainak műsora következett. A kicsik produkciója után Szőke Gábor, római katolikus plébános szólt az összegyűltekhez. Arról beszélt, hogy karácsony előtt eltölt bennünket a lelkesedés attól, hogy kinek mit vásároljunk, hogy milyen lesz az ünnepi menü, de ebben az időszakban elég gyakran elfog minket ez az érzés. A lelkesedés angyalát kívánom számotokra. A lelkesedés, amely képes meghatódni, megérintődni egy találkozástól, egy eseménytől. A lelkesedés angyalát kívánom nektek, hogy billentsen ki benneteket a visszafogottságtól, a tartózkodástól, hogy tudjátok megélni elevenen minden egyes találkozásnak a legmélyebb élményét. Tudj lelkesedni, hogy a környezetedet is tudd lelkesíteni. Ezt kívánom mindnyátoknak ez év karácsonyára. A plébános gondolatai után a Bojki Tamás általános iskola és az Újváros téli általános iskola diákjai szavaltak és énekeltek. A parkolóban felállított sátorban szokás szerint a Bojki Egyházközség tagjai várták a vendégeket süteménnyel és forró teával, de kézzel készített textíliák és kürtős kalács is kapható volt. A fiatalok a karácsonyi időszak egyik kedvelt édességét, szaloncukrot kaptak a szervezőktől, a fellépők szorgos munkáját pedig egy-egy süteménnyel köszönték meg. Lucanapi hagyományokat ismertek meg a II. János Pál katolikus általános iskola alsósai. Az Ózdi Városi Könyvtár munkatársai mesét olvastak, amit közös beszélgetés, majd kézműves foglalkozás követett. A kisiskolások számára több lehetőség is nyílik a hét folyamán arra, hogy a rendhagyó irodalmi foglalkozásnak részesei legyenek.
Tavaly indította útjára az olvasás népszerűsítést, szövegértést elősegítő program sorozatát Meseláda címmel az Ózdi Városi Könyvtár. A havonta egy alkalommal kisiskolásoknak megtartott csoportfoglalkozás nagyon tetszett a résztvevő osztályoknak, pedagógusoknak. Egy tanév során 7-8 találkozón változatos témákat dolgoznak fel, amely kiváló lehetőséget biztosít az érzékenyítő beszélgetésekre is. Attól függően, hogy van-e valamilyen jeles nap abban a hónapban, vagy nincs, úgy találom ki, hogy milyen mesét fogok nekik olvasni. Hogyha nincsen jeles nap, akkor a Pagony kiadónak van egy sorozata, a Most én olvasok, ez kifejezetten kisiskolásoknak való könyv, való mese, ezt könnyen megértik, és szép színes illusztrációk vannak a könyvekben, és ezt is szeretik a gyerekek, és ezt vetített képformájában mesélem el nekik, hogy ezt is élvezzék. És a mese elolvasása után megbeszéljük. Az idei évben az energiaválság okozta helyzet új kihívásokat hozott számos intézmény életébe. Így a korábban megszokott formában nem tudták folytatni a könyvtárosok a Meseláda című foglalkozást. A rendszerességet fenntartva most ők mentek azokhoz az osztályokhoz, akik mindenképpen részesei szerettek volna lenni az interaktív óráknak. Nagyon örülök neki, hogy olyan részét tanulják meg a történelmünknek és szokásvilágunknak, amit eddig még nem ismertek, és reméljük, hogy a lucázást jövőre be tudjuk építeni majd a tanmenetünkbe. A foglalkozások nagyon jól beilleszthetőek a tanmenetbe, hiszen a mesehallgatás, annak megértése és visszakérdezése irodalomóra keretén belüli, míg a kézműveskedés kiváló technikaórai elfoglaltságot jelent a kisiskolásoknak. Hóembert csináltunk. Van neki keze, orra, sála. A kihelyezett meseláda több osztályhoz eljut a hét folyamán, amelynek fontossága nem csak a közös mesehallgatásban és kézügyességet igénylő fejlesztő munkán alapszik. Ilyen beszélgetések során ugyanis olyan témákat tudnak érinteni, amelyek a barátság, az empátia vagy a segítőkészség fogalmait erősítik. Több évtizedes hagyomány, hogy a II. János Pál katolikus általános iskola és óvodában évvége előtt adventi koncertet adnak az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola növendékei. Idén is fellépett az énekkar, a Furuja szakkör lelkes csapata, valamint a blokkflőtések is meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak az iskola aulájába. Adventi koncerttel kedveskedtek tanítóiknak, szüleiknek és a vendégeknek a zeneiskola növendékei, a több évre visszanyúló örömzenélésnek a karácsonyi hangulatban feldíszített aulában adtak helyet. A kisebb tanulók versekkel, dalokkal készültek, de a hópihe táncot is bemutatták a gyerekek. Mindig örülök, amikor a szülők szemébe is látom megcsillanni a könycsepet, hiszen a karácsony az valahol számunkra itt kezdődik, és olyan igazi karácsonyi hangulatot teremt, és hát megadja ennek a ünnepnek az igazi lényegét, hogy megszületett Jézus, eljött a megváltó, és itt volt közöttünk, és a hitet és a reményt ébreszti az emberekbe a szebbre és a jobbra. A közönség soraiban helyet foglalt többek között dr. Csúszda Gábor területi képviselő, aki elmondta, minden lehetőséget kihasznál arra, hogy meglátogassa elsősorban azoknak az intézményeknek a programjait, melyek területéhez tartoznak. Nagy örömmel hallgatta a színvonalas adventi koncertet. Képviselőként számomra hatalmas öröm az, hogy számos oktatási intézmény működik itt a faluváros részben. Többek között a II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda, ahol mindig megtisztelnek azzal, hogy meghívnak a különböző rendezvényeikre. Így hát az adventi időszakban karácsonyra készülődve örömmel fogadtam el ezt a meghívást, örömmel hallgattam meg a gyermekek műsorát, énekszóval, verssel és hangszerekkel kísérve. A gyerekek nagyon várják a műsor elemeinek tanulását, hiszen minden évben új repertoárt tanulnak. Nagy szeretettel készülnek, hiszen ez a hangverseny ad alkalmat arra, hogy az őket tanító pedagógusok és vendégek előtt bemutassák tudásukat. Nagyon nagy feladat minden évben, évek óta, hiszen ez már nálunk egy hagyomány, hogy minden karácsony előtt egy adventi hangversenyt tartunk, de már szeptembertől erre készülünk a gyerekekkel, hiszen ez a feladat, ez
nem egyszerű. Nagyon nehéz összehozni az éneket, a hangszert, a mozgást, és hogy a gyerekek megfelelőképpen prezentálják ezt a közönség felé. Az adventi koncerttel kapcsolatban minden esetben pozitív visszajelzések érkeznek a szülők és a vendégek részéről, hiszen nagyon sokaknak örömkönnyeket csalnak a szemükbe a gyerekek által énekelt vagy eljátszott karácsonyi dallamok. Holnap ismét ünnepi köntöst tölt a Petőfi tér. A hagyományokhoz híven a környező iskolákba és óvodákba járó fiatalok és pedagógusaik felöltöztetik a falu karácsonyfáját. Délelőtt 10:30-kor kezdődik az esemény, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt, egy nagy közösségként készülhessen a falu-városrész is az ünnepekre, egy kis karácsonyi hangulatot kölcsönözve a lakóközösségnek és mindenkinek, akit arra vezet az útja. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. A helyi háziorvosoknál is elérhető az Omikron elleni új típusú Pfizer vakcina. Az újvárostéri körzetben legutóbb 12-en vették fel ezt a fajta ismétlő oltást. A beadatáshoz előjegyzés szükséges. Ismét díszbe öltözött a Mindenki karácsonyfája az újvárostéren. A környező iskolások és óvodások műsora, forró tea, kürtős kalács és szaloncukor is várta a kilátogatókat. Lucernapi hagyományokat ismertek meg a II. János Pál katolikus általános iskola alsósai. A meseolvasást közös beszélgetés, majd kézműves foglalkozás követte. Több évtizedes hagyomány, hogy a II. János Pál katolikus általános iskola és óvodában évvége előtt adventi koncertet adnak a zeneiskola növendékei. Most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Csütörtökön sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, havas eső, néhol ónos eső, majd este nyugat felől egy kiterjedt csapadékmező érkezik, de ez főként esőt hozhat magával. Többnyire gyenge mérsékelt lesz a délkeleti szél. Már enyhébb időre készülhetünk, térségünkben hajnalban -4, míg napközben 3 fokot mérhetünk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Magyarország kincsei című egész estés dokumentumfilmet ajánlom figyelmükbe, amely hazánk csodás épített örökségeit mutatja be. Holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó, és megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Számítunk Önökre akkor is. Most szép estét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!